Az egyenesek után most lássuk a keresztütéseket. Kiinduló helyzetből majdhogy nyíl egyenesen fogunk elindulni az első sarok felé, így a testpozíciónk sokkal nyitottabb lesz, és könnyebben fogunk tudni keresztet ütni. Tehát következőképpen néz ez ki. Elindulunk, sarokkal szemben megállunk, ütőnk fönt van, majd a kilépő lábbal szemben fogjuk most eltállni a labdát, nem fordulunk ki túlságosan az oldalfallal szembe, sarokkal szemben megütjük a labdát, kivezetjük, és a kivezetéssel együtt visszatérünk ide hátra. Keresztet többféleképpen is lehet alkalmazni, vagy többféle időben. Az egyik, amikor egy picit ki vagyunk már szorulva, nehéz a labda mellé beálljunk, kevesebb az időnk, a labda még előttünk van, ilyen esetben érdemes keresztet választani, valamint akkor, amikor érezzük, hogy az ellenfelünk túlságosan a másik oldalon áll és keresztel, könnyebben ki tudjuk szorítani a pálya hátsó részében. Itt a helyezkedésben van a különbség, itt nem teljesen az oldalfallal szembe lesz a felső test, meg a kilépésünk sem, hanem inkább a sarokkal szembe, az első sarokkal szembe fogunk kilépni, de ugyanúgy a labdát pontosan a kilépő lábbal szembe fogjuk meg visszaadni. A stabil kilépésnél egyensúlyi helyzetbe kerülünk, beleállunk az ütésbe, az ütés pillanatánban pedig mozdulatlanok vagyunk lábbal. Mindenféle kapkodás nélkül egészen nyugodtan, csak a csuklót megfeszítve ütjük vissza a labdát.